Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökének. Miért tiltanák be a készpénzt, ami alkotmányos jog kellene legyen címmel? Novák Előd, képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt alelnök úr, újabb összeesküvés elmélet válhat valóra, írja a kuruc.info hírportál. Digitális jegybankpénzzel számolná fel a készpénzt, talán a közpénzt is, a Magyar Nemzeti Bank. Az ön MNB alelnökként tett nyilatkozata szerint a készpénz feltehetően kikerül a rendszerből, ha digitális jegybankpénz veszi át a szerepet. Jelenleg Kína, az USA és az Európai Központi Bank foglalkozik leginkább az új világrendnek ezzel a fejlesztésével. A Covid diktatúra alatt a totális megfigyelés felé tettek lépéseket, most pedig a még szabadságjognak tekintető készpénz használat betiltásával, egy gomnyomással elvehetnék a pénzét bárkinek. A végrehajtó maffia túlkapásai semmi ehhez a kormányzati szándékhoz képest, aminek a Mi Hazánk mozgalom szeretne gátat szabni, alkotmányos joggá téve a készpénz használatot. Pártunk elnökének múlt havi felszólalására válaszul Tálai András pénzügyminisztériumi államtitkár beismerte, valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása. Pedig ez a kormány programban sem szerepelt, választási programjuk pedig nem is volt. Ez így semmiképp sem korrekt. A posta bezárásokkal az időseket is kényszerítik a bankkártya használat felé, és sok helyen például tömegközlekedési jegyet sem lehet már vásárolni készpénzért, így büntetés is várhat rájuk bankkártya hiányában. Ez ön szerint már jelenleg is törvényes? A Mi Hazánk szerint leginkább, vagy legfeljebb az elinflálódott 5 forintosok kivezetése fogadható el. Erről mit gondol alelnök úr? Az 5 forintos érme már a saját anyagköltségét sem éri meg, sőt, színes fém hulladékként kilóra többet ér, mint fizető eszközként. Az MNB 15 éve vonta be a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket, akkor ez nemzetgazdasági szinten 3-4 milliárd forintos megtakarítást eredményezett. Az EU rekordnak számító magyar inflációs mutatók miatt is hajlandók-e lépni ezen a téren? Köszönöm válaszát. Köszönöm, Novák Előd képviselő. Válaszadásra megadom a szót Magyar Nemzeti Bank alelnökének, Virág Barnabás alelnök úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház! Valamelyik korábbi hozzászólásban már elhangzott, hogy mindig veszélyes dolog, amikor fontos ügyekben szenzáció, hajház, média hírek alapján próbálunk tájékozódni. Én azt gondolom, a probléma itt is innen indul el. Úgyhogy először is az előadásom kapcsán szeretném egyértelműen cáfolni azt az állítást, hogy a jegybankban bármiféle terv készülne a készpénz tiltására, a készpénz kivezetésére. Nincs ilyen terv. Biztos vagyok benne, hogy ilyen állítást sem tőlem, sem a jegybank más kollégáitól nem hallhattak és nem olvashattak. Tehát még egyszer itt azt mondom, egy szenzációhajász média hírről van szó. Amíg van olyan ember Magyarországon, aki számára a készpénz használat, akár fizetőeszközként, akár megtakarítási eszközként fontos, addig lesz készpénz Magyarországon. A kérdésében föltett másik elemre kitérve, tehát az MNB törvény egyértelműen fogalmaz, hogy az MNB által kibocsátott bankjegy és érme törvényes fizetőeszköz Magyarországon. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy törvényes fizetőeszköz. Minden ezzel kapcsolatos anomáliát kérem, hogyha tapasztalnak, akkor legyenek szívesek a jegybank számára jelezni, és ezeket az anomáliákat kezelni fogjuk. Nagyon röviden arról, hogy miről szólt az előadásom. Az előadásom a digitális jegybankpénz fejlesztés kapcsán arról szólt, hogy a pénzügyi szuverenitás megőrzésének egyik legfontosabb terepe lesz a következő időszakban a pénzrendszert érintő kihívások, ahol az állam, egy fontos állami monopóliumot veszélyeztet a világ technológiai forradalma, big tech cégek, bitcoin, kriptoeszközök, stb. Erre a kihívásra kell helyes választ adnunk.
olyan választ adnunk, amilyen keresztül a pénzügyi szuverenitásunkat képesek leszünk megőrizni. Több mint 100 jegybank foglalkozik ezzel a kérdéssel, köztük a Magyar Nemzeti Bank is. Végezetül az 5 forintosokra röviden kitérve, a helyzetet folyamatosan értékeli a Nemzeti Bank. Itt a kulcskérdés az az, hogy mekkora a forgalomban betöltött szerepe az 5 forintosoknak. Hogyha ez jelentősen csökken, az lehet egy fontos indikátor arra, hogy a kivezetést érdemes megtenni. Az elmúlt években azt láttuk, hogy az emelkedő inflációs környezetben is körülbelül 30-33%-a volt az 5 forintos érmének a forgalomban betöltött szerepe. Ennek megfelelő helyzetet a továbbiakban is folyamatosan vizsgáljuk. Köszönöm szépen kérdését!